Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására írt ki pályázatot, melynek egyik kedvezményezettje a Bethlen Gábor Református Általános Iskola óvoda. A Lakóhelyünk Természeti Titkai című program természettudományos kompetenciák erősítését szolgálja. A programban 5. osztályos tanulók vesznek részt. Kísérlet címe a ceruza a zacskóban. Nek az a kísérlet lényege, hogy a zacskó telítöltjük vízzel, amint majd átszúrunk egy ceruzával, és elvileg nem folyik ki belőle a víz. És most elvileg a kísérlet sikerül, mert a víz nem folyik ki a ceruza szélén. A foglalkozásokon a természettudományos komplex probléma megoldó gondolkozáshoz szükséges képességek alapozása történik, a folyamatok összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével. Kiemelt cél felkelteni és ébren tartani a tanulók érdeklődését a természetben lejátszódó folyamatok, az érzékszerveikkel felfogható fizikai valóság iránt. A kísérlet címe a vulkánkitörés. Ehhez kell 450 ml-es műanyag palack, szódabikarbóna és 20%-os ételecet. Először Peti az üveget félig vízzel tölti. Most ugye a üvegpalack meg lett töltve félig, Peti 3 táskanál szódabikarbónát rak a pohárba, üvegbe. Most Peti abba a kis üveg pohárba körülbelül idáig te önti ecettel. És most Peti beleönti, és hirtelen rá kell rakni a széndioxid gáz keletkezett, és így kitört a vulkán. Kiemelt szerepet kapnak az egyszerű kísérletek, melyet a tanulók önállóan is el tudnak végezni. A kísérletek során a legfőbb cél a megfigyelés, a tapasztalás, az önálló eszköz használat elsajátítatása. A levegő összetételének kimutatása az egyszerűbb, könnyebb kísérletek közé tartozik, míg a vulkán működésének modellezése, a ceruzák a zacskóban, a légnyomás felfelé is hat kísérlet, a teli pohár vízzel és a papírlappal már veszélyeket is rejt magában, könnyen vizes lesz a kísérletező. A foglalkozásokon fontos a felszabadult légkör biztosítása, ahol fantáziája, kreativitása szabadon megnyilvánulhat, mert nem ütközik időbeli, térbeli gátakba. A pályázat során elnyert tabletek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a számítástechnikai eszközök bevonásával a digitális lehetőségek is kiaknázásra kerülhessenek. Logikai feladatokat nyújtó felületek, képkirakó, tankocka, csibésztúra weblapjai színesítik a foglalkozásokat. A projekt vezetői Balogh Tiborné és Banáné Szőke Ilona.